Start. Start elindult a nap utolsó futama, a 2019. évi Kincsen Park Kupa negyedik felvonása. Van galoppozó lovunk a csapatban, méghozzá elég kellemetlen helyzetben Restón, az, aki ott hibázgat a mezőny kellős közepén, és bizony azért, hogy néhányan fennakadnak mögötte. Ez nagyon jól jön azoknak, akik jól kezdtek és előtte tudtak helyezkedni. Trendy Girl, Serafina Ketty elsősorban, Úrükem is úgy látom, hogy szenzációs startot vett, Undercover, és csak utána jönnek a többiek Újjuk kisasszony vezetésével. Hoppá, ráadásul a háttérben összeakad Resto, ráadásul hát éppen a favorita a King's Call-al sikerült összeakadni, hogy a King's Call versenyének is vége, úgyhogy már is ott van a meglepetés, de szerencsére legalább a baleset nem, mert a két fogat most már szét tudott akadni, viszont kiszáll King's Call így a versenyből. Trendy Girl komoly tempóban, 3-4-5 hosszal az élen, mögötte Serafina Ketty, aztán Ulrika M, illetve Undercover, nagy lyukat szakított magának ezen négyes, Pozsony próbál jönni Újjugul kisasszonyt előzve, mögöttük Viktor a Topszék és Zselnice, illetve Lingó Táté, Titus Livius kicsit kiszakadva, egyelőre hát meglehetősen nehéz helyzetben várja a folytatást. Amikor a túloldalra fordul a mezőny, akkor azt lehet mondani, hogy Trendy Girl egyelőre mindig magasan uralja ezt a társaságot, különösebb veszélyben nem forog a vezetőhelye. Aztán, hogy a győzelme, az majd kiderül, de hát legalább 15, hanem 20 méter a fória. Úrigen próbál elindulni talán, Serafina Kettit egyelőre még csak megközelíteni tudja. A háttérben szép lassan Pozsony is talán el tud majd indulni, és esetleg ő is bele tud majd szólni ebbe a versenybe. Tehát mindez azt kellene, hogy Trendy Girl lanka adjon, de Trendy Girl egyelőre megállíthatatlannak tűnik. Előnye 20 méteres továbbra is, amikor már az utolsó 500 méteren belül jár. Serafina Ketty, Úrigen, Pozsony, Undercover, Lingo Téti indul meg, de nagyon úgy fest, hogy ők majd csak a helyezéseket fognak csatázni. Trendy Girl 20 méteres előnnyel fordul a befutóra, Trendy Girl mögött Úrigen érkezik nagy lendülettel a második helyre, Serafina Ketty pedig egyelőre szívosan őrizi pozíciát, ott lehet a dobogón, mert a többiek elég messze tőle. Úrigen elindulna, talán Úrigen veszélyes lehet, Trendy Girl pedig kezd fáradni, jön Úrigen, óriási lendület, és mivel a Trendy Girl a legvégén nagyon-nagyon megáll, ezért Fejszés Kitty keretbe foglalja a napot egy újabb győzelemmel. Úrigen a nyerője a nap végén a Kincsen Park Kupa utolsó versenyeket, újabb versenyének. Trendy Girl mögött Serafina Ketty lesz majd a harmadik, szoros negyediknek jön végül Lingó Táté, ötödik Undercover.